Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a kávéházban. Ezúttal vendégem Szabó Kovács János. Köszöntelek, szia! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Üdvözlöm a Tolnatáj nézőit. Nagy szeretettel a legkisebb megye és a legkedvezettebb megyeszékhely Szekszárd városából. Apropója beszélgetésünknek az, hogy éppen ezekben a pillanatokban kezdődött el, amikor ezt a beszélgetést felvesszük, akkor kezdődött el a Gemenci nagydíj, ami 50 éves. Azért ez egy nagy idő, te vagy ennek a rendezvénynek a legrégebbi megálmodója, résztvevője, mozgatórugója. Úgy általában a kerékpársportban is nagyon mély nyomot hagytál a tevékenységeddel. Hogyan indult ez az egész? Nyilván a gyerekkorodból gondolom, hogy van valamiféle kötődés a sporthoz. Igen. Hát én falusi gyerekként nőttem föl, és erre büszke vagyok, mert nagyon kedvelem a falusi embereket, és 3 éves kiskoromban kerültem be Szekszárdra, és azóta szekszárdi lakos vagyok, és olyan környezetben sikerült fölnőni, ahol a sport az mindig szerepet játszott. Családunkban is, édesapám is még 60 éves korában is velünk együtt sportot, ha kellett kinn a grundon, vagy kötelet ugrott velünk. És ez valahogy úgy az emberi életébe beigódott, mert ahol általában a gyermek főnől tapasztalatokat szerez, azért bizonyos kis iránymutatást is kap ebből, és ez nekem roppant megtetszett a sport, és hát innen indult az én sportos hát érdeklődési köröm. A másik, ezt szeretném megemlíteni, mert ezt nem szabad kihagyni, az utcában nekem volt egyedül bőrfoci labdám, és ugye voltak lényegesen idősebb utcabéli gyerekek is, és akkor mikor mentünk a Grundra focizni, ha valaki nem úgy viselkedett, akkor rámutattam, hogy ma te nem játszol. És akkor én rendelkeztem, mert a labda az enyém volt, ha nem úgy viselkedtek, akkor kaptam a focit, a hónom alá, és oda szaladtam, és akkor ott álltak az ajtóba, hogy gyerek, focizzunk. Ezt mondom, nem hagyom ki ezt a sztorit, mert tényleg már idősebb korosztályú társaimmal, utcabériekkel játszottam én együtt, sportolhattam együtt, és valahogy ez így teljesen megragadt, és az életemet a mai napig is a sport meghatározza. És a fociból hogyan lett aztán a kerékpár? Hát ugye nagyon érdekes, mert abban az időben nem a sportközpontok, nem a sporttagozatos osztályok neveltek bennünket a sportra, hanem, mint mondtam, a grund meg az utca. És eljutottam odáig, hogy általános iskolás koromban a focival tűntem én ki igazából, ugyanis fordítottak az én reflexeim, mert balkezes vagyok, ballábas vagyok, és hát akkor nagyon közkedvelt volt, keresték a labdarúgásban azokat a személyeket, akik ebben rendelkeznek, hogy vallám meg a kéz, és a focihoz köteleződtem el. És eljutottam odáig, hogy a Szekszárdi Dózsa BM MB3-as csapatában én még igen neves játékosokkal játszhattam együtt, szekszárdi játékossal is, Novák, Tárnok, Kormos Mihály, és még szerencsém volt Rossi, újpesti Dózsa játékosával is együtt játszani Szekszárd, mivel ő is leigazolt Szekszárdra. És hát talán ez volt az első indítatás sikerélményem, ami a sportban úgy megragadott, hogy kint a közönség tombolt, mert akkor még mindenki kint volt a focipályán, ugye az embereknek nem volt egyéb elfoglaltságuk hétvégén, hanem a sport, meg mindenki vallása szerint templomba, meg ide-oda eljárt. És ettől kezdve úgy megragadott a sport, és azt mondtam, hogy nekem ezt kell valami módon folytatnom. És aztán mik voltak az első lépések ebben a sportágban? Mármint hát a kerékpár sportban. Igen, igen. Hát a következő történt, a bátyám, hárman voltunk testvérek,
és a bátyám az Szekszeti Spartakusznál kerékpározott. És ugye a 60-as években is még sík volt, ha egy versenykerékpárral az ember a városba végig hajtott, mert akkor mindenki megfordult, hú, hát versenykerékpár. És bármennyire is szerettem a labdarúgást, nem volt kerékpárom, és ugye ez inspirált arra, hogy hát én átmegyek szépen a kerékpársporthoz, így lesz kerékpárom is, meg hát a bátyámmal együtt fogunk egy egyesületnél sportolni. És hát ez volt az első találkozás a kerékpárral. Fiatalon 16-17 éves koromban egy budapesti versenyen, a Megyeri úti sárga kocka köves úton egy nagyon komoly balesetet szenvedtem. A mezőnybe behajtott egy motoros, és hát sajnos én voltam az áldozat, és több mint 5 napig, 6 napig kómában voltam. Úgy volt, hogy talán túl se tudom élni ezt a balesetet. De ez volt az első küzdelem, és ez volt az első dolog, amikor azt mutatta a sport, hogy mindenből megoldást kínál az ember. Sportok, kitartó erővel, egyébben rendelkezik. Igaziból akkor ebből a balesetből kivetted azt, ami pozitívum tudott lenni a pályára. Lehet ezt így mondani? Lehet, sőt, eljutottam odáig, hogy a szüleim megtiltották, hogy én ezt követően kerékpározzak. Hát mert nyilván aggódtak biztosan. Budapesten a Péterfi kórházban ott láttak, ahogy láttak, igen, ugye, és én egyik társamnál a versenykerékpárt, mert én közben eljártam újból edzésre, amikor fölépültem, ott hagytam a társamnál, otthon nem látták, hogy én járok edzésre, hogy kerékpározok, és soha nem felejtem el, Nyakas Pista bácsi volt a sportújságíró, és ki volt neki adva, hogyha esetleg bármilyen versenyen dobogós vagyok, akkor nevemet nem írhatja ki, ne írjon ki, hogy ki vagyok, mert otthon akkor kiderül a turpisság. És hát egyszer elfeledkezett róla, és a Tornai Népújságban megjelent, hogy hát Szabó Kovács János, és otthon lebuktam. És mit szóltak? Hát akkor egyől, akkor azért még a számon kérés az olyan volt, hogy 16-17 évesen is még azt mondták, hogy merre az út, akkor az ember úgy nagyjából tudta, hogy 16-17 évesen is nem úgy van, hogy csak arra, amerre én gondolom. És akkor hát úgy döntöttem, hogy félretesszük ezt a sportot. És hát utána jöttek azok az ötletek, ha már sportolni, a kerékpársportot nem folytathatom, akkor bármilyen sport jöjjön, csak ami avval kezdjük, hogy sport, vagy valami labdát, vagy pingpongütőt, teniszütőt, vagy tekególyót kell a kézbe fogni, van minden, meg kell barátkoznom. Mm-hmm. És én ezt büszkén mondom, hogy elvileg tényleg a keleti sportjátékok, amit az ember esetleg nem gyakorol itt Magyarországon, de amit úgy lehetett ebben a 77 évben, mindent megpróbáltam. Miért volt neked ennyire fontos a sport így eredendően? Mi volt az ok, ami miatt ez ilyen fontossá vált? Vagy az a motiváció? Vagy nem is tudom, hogy hogyan. Hát igen, ez is egy érdekes dolog. Szegény édesanyám, tudna mesélni erről. Nagyon rossz gyerek voltam. Szóval egy percig nem tudtam megülni az iskola padba, vagy a széken, de már óvodás koromban is. Én voltam mindig az a örök mozgó. És hát szüleim meg tanáraim tanácsára is azt mondták, hogy le kellene egy kicsit a fiút égetni, hogy ne legyen ennyi remozgékony. És akkor ezekre a kihívásokra én akkor úgy döntöttem, hogy most akkor megmutatom azért is, hogy erre is képes vagyok, és képes vagyok a sportot is esetleg magamévá tenni, és megpróbálni mindegyiket. Ugye nagyon érdekes, mert akkor még szüleinknek hétvégén, szombaton vagy vasárnap volt arra ideje, hogy ugráló kötéllel, nem ilyen kis ugráló kötéllel, hanem ahol 4-5 ember tudtak nagy kötéllel, mert ezt a mezőgazdaságban használták szénnel lekötésre, meg nem tudom mire. Ők kijöttek megnézni, hogy mennyit gyakoroltunk, mert azt mondták,
előző szombaton, hogy tudtál 40-et ugrani, következő szombaton tudsz-e 60-at ugrani. És mi egész héten ezt gyakoroltuk, meg versenyt futottunk, meg karikát hajtottunk, meg egyéb dolgokat. És akkor ez valahogy a versenynek a izgalmát, azt a stresszét, hogy hárommal többet tudjak csinálni, mint a társam. Vagy ez hajtott mindig. Bármilyen sporttal találkoztam, nekem gondom nem volt avval, hogy edzést elvégezzem. Mindig plusz feladatot vállaltam magamnak, hogy egy kicsit előrébb tudjak jutni a sportterületen is, ez bármilyen szakág volt. Hogy jött a Gemenci nagydíj? A Gemenci nagydíj úgy jött, amikor ugye a ominózus balesetem történt, akkor kerékpár sportot be kellett fejeznem, de a szívem az a kerékpár sporthoz húzott, mert én 6 éves, 7 éves koromban, amikor 52-ből megalakult a Szekszárdi Spartakusz kerékpáros sportkör, akkor kint a posta, mai posta előre a Széchenyi utcából volt a rajt, én ott álltam és csodáltam a versenykerékpárokat és a versenyzőket, és akkor belém égett ez a kerékpár és a kerékpár sporthoz kötődő szerelem. És amikor ezt én nem gyakorolhattam, akkor eljutottam odáig, hogy egy másik oldalát kellene megpróbálni, elkezdeni a szakmai dolgokat körbejárni, és esetleg részt venni szervezésekben. És úgy kerültem én a Gemenci nagydíjjal kapcsolatban, mint szövetkezeti mozgalom dolgozó, és hát büszke vagyok, hogy az első Gemenci nagydíjon is már, mint szervező részt vehettem. Ugyan nagyon komoly feladatom volt, mert Ausztria csapat tábláját vittem a csapat előtt. De ez volt az első találkozás, és attól kezdve szépen épült az a fajta érdeklődés és az a fajta tanulmány. Mert utána nekiálltam, és kerékpáros edzői minősítés, sportszervezői minősítés, triatlon edzői, versenybírói. Szóval utána a kerékpár sporttal és a triatlonnal kapcsolatosan minden olyan dolgot, ami ehhez a szinthez, mint szekszárdi szint elegendő volt, ezt én mind végigjártam. És minden évben a Gemenci nagydíjjal kaptam valami olyan feladattal, ami újból kihívást nyert, és visszatekintve a sportból szerzett dolgaim, hogy azért is megoldom, egyszer többször megcsinálom azt a gyakorlatot, ez a gyakorlat megmaradt a kerékpár szervezésben is, vagy bármilyen sportszervezésben. Milyen volt az első Gemenci nagydíj? Az első Gemenci nagydíj az szövetkezeti spartakiádnak indult, akkor ugye a szocialista országoknál ugye mindenhol spartakiádokat tartottak, és nemzetközi spartakiádokat is. És ugye Szekszárdon, mivel nagyon jó korcsoport versenyzett Schneider Konrad irányításával, pontosan halásztestvérek, liskapari, pálinkás, meg egyéb, akkor a országos szövetkezeti sportkör vezetése úgy döntött, hogy Szekszárdot válassza a nemzetközi spartakiád megrendezésére. És az első esemény az egyszerre volt szövetkezeti spartakiád is, és Gemenci nagydíj is. Ugyanis Pálinkás István, Petics József, ugye Schneider Konrád, és akkor milyen Béla bácsi is, a Spartakusztó, most a vezetik neve nem jut eszembe, ők ugye azt mondták, hogy az adottság Tolna megyébe, ez a Dimbes Dombos kis adottság meg egyéb, nagyon kiváló kerékpársport művelésére. És ezen felül, ami én úgy érzem, hogy Pálinkás István is hát készített arra, hogy itt volt a Mecsek Kupa, aminek a versenynek mindig volt szekszárdi befutó szakasza, és volt szekszárdi rajtoló szakasza. És mivel itt volt egy nagyon jó szekszárdi kerékpáros egyesület, nagyon kiemelkedő versenyzőkkel, hát mi ne próbálnánk meg mi is Mecsek Kupa-szerű versenyt rendezni. És
És akkor innen ebből a Spartikádból szépen építkezett a verseny, egyre több nemzet vett ezen részt, versenyzőink nagyon jó szerepeltek, és hát én magam pedig mindig jutottam előrébb a feladatokkal, és az utolsó szövetkerti Spartacus által, vagy a 6. kerékpáros sportegyesület által megnevezett Emeci nagy díjon én marketing vezető voltam, nekem kellett megteremteni azt az anyagi hátteret, ami ahhoz volt szükséges, hogy ez a verseny a megfelelő színvonalon megvalósuljon. Ez akkoriban nehéz feladat volt egyébként? A financiális oldalát összerakni egy ilyen, azért ez egy jelentős. Tehát én 40 éves vagyok, én emlékszem, hogy ugye, tehát már 15 éve zajlott a verseny, amikor én megszülettem, de én emlékszem, hogy gyerekként, vagy bocsánat, 10 éve, én emlékszem, hogy gyerekként nekünk ez egy hatalmas élmény volt, tehát mi kiálltunk minden évben, és vártuk, hogy jöjjenek a kerékpárosok, és szurkoltunk, és nagy izgalomban voltunk, hogy mikor kezdődik már, mikor lesz, tehát tényleg minden évben, hogy várakoztunk, hogy na jöjjön. De azért ennek van egy financiális oldal. Ez mennyire volt ezt nehéz összerakni? Hát igen, amikor én átvettem ezt az irányítást, akkor még volt állami támogatás, mert ez 87 körül volt, akkor még volt valami állami támogatás is, de már sajnos az kevés volt ilyen színvonalú verseny megtartásához, és akkor el kellett menni üzleti alapon ugye megkeresni azokat a partnereket, akik hajlandó voltak üzleti alapon ugye beszállni és támogatni ezt az eseményt. És nagy szerencsém volt, mert Ipari Szövetkezetek Szövetségénél dolgoztam, ezt kiszövnek hívták rövidítve akkor, és volt 37 szövetkezet, aki ugye szövetkezve a tömegsportot, az élsport támogatást, szövetkezi sportkörök voltak, ugye Bonyhádon ökölvívás, röplabda, Dunaföldáron kézilabda, Dombóváron teke, ugye Szexdalon kerékpár, túrások, és ugye ezek a vállalkozások vagy szövetkezetek, ezek hajlandók voltak áldozni, mert ők ugye, mivel szövetkezeti Spartacusról volt szó, és szövetkezeti mozgalomról, így a szövetségen keresztül ugye könnyű volt őket, ugye hozzájuk eljutni, de hát különben is, mikor mivel munkaterületem volt, és kint jártam nap mint nap ezeknél a szövetkezeteknél, ez könnyebbséget adott. Ami nagy feladat volt, kilépni ebből a körből. 1990-ben, amikor az állam megszüntette az állami támogatást a sportkörökre és a sportrendezvényekre, akkor teljesen nulla volt a büdzsé, és most onnan kellett elindulni, hogy egy Emec kupa. Sikerült eljutnom odáig, hogy Tolna megyébe, Tolna megyén kívül is a sporton keresztül olyan kapcsolataim voltak, ahol megtudtam nagyobb vállalatokat is, és nagyobb intézményeket is keresni. És ezen belül körülbelül Tolna megyében körülbelül 80 kis vállalkozott. Volt olyan Gemeci Nadi, amikor az anyagi háttere több mint 100 támogató rakott össze. Nos, ez nem volt kis munka végigjárni, a szerződéseket megérni, és a pénzek megérkezzenek. Ugye sikerült a Magyar Televízióhoz bejutnom. Ugye én még Dávid Sándorral, a igazi régi riporterrel sikerült szerződést kötnöm, sikerült lehozni ide Magyar Televíziót, közvetítette a Gemeci nagydíjat, sikerült helikopteres társaságot beszereznem, és az operatőrök megőrültek, hogy kijöjjön, mert helikopterről készített meg felvételeket, meg egyet. Én televíziósként átérzem ezt a... Én úgy ítélem meg, hogy szerencsés ember vagyok, mert mindig, ha munkahelyemet is vagy végszámolom, volt 3 munkahelyem életemben, én minden munkahelyemhez szeretem bemenni. Szerettem azt a munkát, amit végeztem. És nem úgy mentem be, hogy a gyomrom már egybeállt, hogy hú, ide be kell menni. És én így voltam ebben a sporttal is, hogy előttem elvileg zárt ajtó nem igazából volt,
megkerestem mindig azokat a lehetőséget, és megfelelő lépcsőket, hogy eljussak azokhoz a személyekhez, akihez jön. És büszkeségemre Idős Kézi Jenőtől kezdve, ugye ha a Coca-Colát veszük figyelembe, ugye az nagy dolog volt, ha egyszerűen egy sportverseny, ugye a Coca-Cola olyan szinten megjelent, hogy kiemelt szponzorként, és itt Tarsoly István vezérigazgatót, minisztériumban, ugye az igazságügyi minisztériumban, akkor Tolna megyei miniszterünk volt, ugye Dávid Ibolya, ő segített ezt a dolgot. És nem utolsó sorban, ugye a Vestel volt a főszponzorunk egy ideig, a távközlési hírközlési vezérigazgató, Sugár András úr irodájába írhattam le alá egy szerződést, ami milliós nagyságrendű tételekről szóltak. Hát ez már számomra is nagy siker volt, hogy ezekkel az emberekkel én találkozhattam, és szeretném megemlíteni, hogy rengeteget tanultam ezektől az emberektől, mint kis vidéki gyermek, és én valahogy így jött ez össze. És én ennek még egyszer mondom, hogy nagyon örülök, nagyon komoly munkát kellett belefektetni, de másik oldalon meg, ugye amikor Szekszárdon az ember a Gemencindori esti körversenyen fölállt a dobogóra, és ugye több ezer ember itt kínált, akkor minden fáradtságot elfelejtett az ember. Említetted, hogy a versenyzésben az az élmény, hogy nyerni akarsz, vagy hogy az adrenalin, ami a versenyzés során ugye az embert így mozgatja és a továbbiakra készteti, hogy az volt a mozgatórugód a versenyzésben. Ez lehet, hogy motivációt jelentett a szervezés kapcsán is? Vagy valami ilyesmiből táplálkozott ezt? Tehát, hogy ott is megvolt ez az élmény, ez az adrenalin jellegű élmény a szervezés során, amikor láttad, hogy amit az imént is említettél, hogy amikor a színpadról látni, hogy több ezer ember ott van. Ez lehet, hogy ez így van? Igen. Én nagyon meghatározó volt számomra, mert egy sportrendezvénynek a megrendezése nagyon fáradtságos ez. Például a Gemenci Nadiban, mikor már eljutottunk a csúcsra, hogy UCI kategóriás verseny volt, akkor ez úgy volt, hogy vége volt a Gemenci Nadinak, lezajlott a utcabál, reggel 4-re eltakarítás, egyéb dolog. Elmentünk 2 hét szabadságra, és itt szeretném megemlíteni Arató Vilmos barátomat, akivel ezt a munkát közösen oldottuk meg, és erre szintre bele együtt közösen hajtottuk végre. Itt is nagyon érdekes a találkozás, mert Székely Berton utcában laktam, és aki ott gyermek és leányzó volt, azt mind megtanítottam kerékpározni. És a végén, amikor eljutottam odáig, hogy az edzői tevékenységgel is foglalkoztam a Spartakus sportkörbe, az utcából minden gyerek ott volt és kerékpárversenyző lett, és itt szeretnék egy-két nevet megemlíteni. Ugye, ha Újvári Balást említem, ifjúsági válogatottság szintig nemzetközi versenyeket nyert, ugye Arató testvér pár, akkor Sáfrány Zsolt, Molnár, Kassa testvérek, Ízlistekker testvérek, hárman is ugye a csapatból. Ezek adták azt a fajta sikerélményt az embernek, hogy próbáljon ki nem csak sportszervezést, hanem a sporttal is foglalkozni. Ha már én magam úgy ítélem meg, hogy nem tudtam ilyen színvonal eredményeket elérni, mert mindig valami közbe jött, hogy megakadtam, akkor én azon voltam, hogy segítsek hozzá más embereket ahhoz, hogy jól érezzék magukat a Gemenci Nagydíjon. Itt térnek vissza a Rotovili barátomra, sajnos ő már nincs velünk, mert sajnos fiatalon egy komoly betegség elválasztott egymástól, de büszke vagyok, mert gyermekei, akik nálam kezdték a kerékpársportot, elérték azt a színvonalat, amit ugye el tudtak érni. A családod hogyan viszonyult ehhez a már-már fanatikusnak mondható jelenlétedhez a sportban? Hát nagyon érdekes, és sokat köszönhetek, főként feleségemnek, mert
ha ő nincs a háttérben, mert aztán közben úgy alakult a család, a két gyermekem, lányom, meg a fiam élete is, hogy ők is a sportot választották. Sportagozó suliba jártak, mivel kiskoruk óta velem másztak, csúsztak a sportcsarnokba, vagy a tornateremben. Belenőttek ebbe az életbe. Belenőttek ebben a életformában. És hát a lányom az nagyon komoly, szintig elért a sportba. A fiam az nem volt annyira kitartó, habár szerintem tehetségesebb volt, mint a lányom, mert egy darabig elcsaltam a kerékpáros sporthoz, és akkor Isis Csekker, Janét, Arató Dávidot meg egyéb, ott nem tudom, 10 éves koruk körül, jobb időket tudott ő kerékpározni, mint ők. Csak igazából küzdeni nem tudott, mert amikor meg kellett izzadni, akkor azt mondta, hogy ez nem az én sportom. Labdával játszani, tenisz, meg egyéb, ami szórakoztató, ő se ezt az ágat választotta. Visszatérve még egy picit a Gemenci nagydíjra. 50 éves, életed nagyobb részét határozta meg, tehát ha jól számolom, remélem nem titok elárulni, hogy 77 éves leszel. Tehát 27 éves korodtól ez egy meghatározó tevékenység volt az életedben, meghatározó tevékenység az életedben. Ebből az 50 évből nyílt egy kiállítás is a múzeumok éjszakáján. Én éppen láttam is ezt aznap. Nagyon érdekes végigkövetni, és ha szabad elárulni, rövidesen bemutattok egy kötetet is, hogyha meg tudjuk ezt mutatni. Bemutattok egy kötetet is, ami szintén ezt, hol lehet majd ehhez hozzájutni esetleg, és meddig látható a kiállítás, meg milyen anyagból raktátok össze ezt a kiállítást, vagy raktad össze ezt a kiállítást? Igen, hát ez a történet is hasonlóképpen, mint amit elmeséltem eddig a sportpályafutásommal, az első tanítónak a szavai csengenek a fülembe. Azt mondta, ha életedben valamit olyat tanálsz, amit nagy szeretettel csinálsz, akkor próbálj gyűjteni, és ha olyan a dolog, ezt az utókornak is próbáld majd bemutatni. No, amikor én találkoztam ebben a kerékpár sport, amivel a kerékpár az előttem nagyon első helyet foglalt el, mindjárt nekiálltam, és eszembe jutott ez a tanítomnak a mondása, hogy kezd el gyűjteni az anyagot. Hát negyed évszázadig a 25 éves Jubilei Gemenci nagydíjon volt az első kiállítás a Babits Művelődési Háznak a márvány tervében. És itt említeném meg Cseh Gábor művész urat és Molnár József grafikus urat, hogy velük együtt raktuk össze ezt a kiállítást. És a mostani kiállításon is ennek anyaga nagy része látható a 25-ben, akkor 48-ban ismételten megtartottuk, a 48. Gemenci nagyon ismételt a művházba, és akkor futottam össze Udor Jánossal, a múzeum igazgatójával, és ő azt mondta, hogy ezt az anyagot ezt be kéne mutatni országnak, világnak a kerékpár történetéről. És hát szó-szót követett, eljutottunk odáig, hogy igenis ebben az évben beterveztük, hogy jubileumi 50 éves a Gemenci nagydíj, és fél évszázad két keréken címmel, ugye ez a kiállítás megrendezése került. A Mosinszky Mohn megyei múzeumban hát, ez egy időszaki én itt, tárlat, ugye? Igen, igen. Ez 85. március 31-ig lesz nyitva. És itt szeretnék köszönetet mondani minden olyan támogatónak, aki a kiadvány megjelenésébe támogatott, aki egy-egy kupával, egy-egy mezzel, sportolók meg egyéb támogattak, mert a több mint 80%, de 80%-a biztos, hogy az saját gyűjteményem és a sportolók által felajánlottak, és azt mondták, hogy János Bá, ez nem kell, ha én nyertem ezt a kupát is, ez maradjon meg, ez az anyag együtt, nem kérjük vissza. Van két-három sportás vagy sportoló, aki természetesen nem így gondolkodik, ebből semmi gond, ő természetesen kiállítás után vissza fogja kapni, mert leltárszerűen került ez. És hát életem talán legaranyosabb dolga az, hogy én eljutottam odáig, hogy egy kiadvány megjelenésének részese
tudok lenni. Mert mind a sportot, amit végigcsináltam, szerveztem meg egyéb, de hogy egy kiadványnak a munkájában részt tudok venni, ez nekem az arany oldalat jelenti. Hát én gratulálok mindehhez. 1000 kérdésem lenne még. Még erről nagyon-nagyon sok órát lehetne beszélgetni, hogy mi is van ebben az egészben, hogy mi motiválta ezt az 50 évet. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. A nézőknek javaslom, hogy nézzék meg a kiállítást. Szerintem nagyon jó. Nagyon sok személyes emlék van benne valóban. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy egy lehetőséget kaptam, hogy így is a kis pályafutásról, de talán a fél évszázad két keréken Gemenci nagydíjról szót tudtunk váltani, és innen üzenem azt is, hogy ma és holnap Szekszárdon Gemenci nagydíj, mindenki ki jöjjön ki és szurkoljon a versenyzőknek, és természetesen a kiállítása tekintsék meg. December 31-ig folyamatosan havi programok fogják kísérni a kiállítást. Úgyhogy kerekasztal beszélgetések, totók, általános iskola, középiskolába szervezem a csoportokat, és ha kell, akkor tárlatlátogatás után ügyességi pálya kiépítése, kerékpártúra. Szóval ez december 31-én vállaltam, hogy ezt a dolgot úgy szeretném, és most itt mondanám ki, hogy 77 év után így módon szeretnék elköszönni a Gemenci nagydíjtól. Hát megtisztel, hogy ezt itt, és így. Úgyhogy én most azt mondom, hogy akkor a fiatalok is próbálják, lehet ezt csinálni kitartó munkával, és még 50 évig legalább a Gemenci nagydíj. Bízzunk benne, hogy ezzel a lendülettel tovább tudja vinni majd valaki. Köszönöm szépen, a nézőknek a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk a következő alkalommal is.